az előszó az önnevét dicséri, de röviden azért a újszülöttnek minden viccúj alapelvet követve, pontokba szedve, kérem, indokoljon. Az elmúlt évtizedek meggyőztek arról, hogy az orvostudomány mai hozzáállása az emberhez és a betegségekhez bizonyos változtatásra szorul. Azt hiszem, hogy sokan érzik már, csak ugye nem mindenki merte ezt elmondani. Én a sportorvosásból hozott tapasztalatokat is beépítve a praxisomba arra a következtetésre jutottam, hogyha sikerül megváltoztatni és optimalizálni az embernél a táplálkozást, a mindennapi testmozgást, bizonyosokig a gondolkodást és egy az ismeretek szerzését egy kicsit forradalmasítani, nagyon sok mindent tehetünk az irányba, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az egészségügynek, idézőjelbetéve, hiszen amikor betegen kerülünk már orvoshoz, akkor már az, a folyamatok része, egy része visszafordíthatatlan. Nagyon jó lenne ezeket megelőzni, és ez nem kell különösebb tevékenységet, picit kellene módosítani az életmódunkon. Az lenne a törekvésem, hogy minden pácienssel, aki hozzám fordul, egy picit többet beszélgessek, mint az egészségügyi átlag, mert ott néhány percről van csak szó. Időként ez egy másfél órát is elér, amíg átbeszéljük az életét, mi történt vele eddig, milyen szűrővizsgálatok szükségesek, hogy kell ezt megtervezni, ezt az egészségmenedzsmentet úgymond, mert az egészséget is tervezni kell, úgy, mint az életet kéne tervezni, csak hogy az embernek egy jó része ösztönösen éli az életét. Ahogy esik úgy puffan, az történik, amit majd mások eldöntenek vele, egyre több embernek nyílik ki most már a szeme, és próbál meg egy kicsit tevőleges részvevőjévé válni a saját életének és a sorsát alakítani. Ugyanakkor ez egy szer, amiről a könyv szól. Ez egy lehetőség, egy alkalom arra, hogy ennek a könyvnek a kapcsán, ami szintén arról szól, hogy az ember tehet magáért valamit, tehát egy oltásról van szó, ami a vérben keringő koleszterin szintjét mérsékli. Tudjuk, hogy a koleszterin bizonyos más együtthatókkal együtt szívérrendszeri problémákat okozhat, ami az emberiség egyik legnagyobb problémája, legtöbben behalnak meg egyébként. És nagyon sok jó tapasztalat van ezzel kapcsolatban, ha az egész még hivatalos elismerést nem kapott, azonban azok az emberek, akik saját magukon ezt kipróbálták, lelettel is igazolóan jó tapasztalatokat jeleztek. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot természetesen hivatalos mederbe terelve meg kéne próbáljunk, aminek már több ezer ember az aktív cselekvő és hát pozitív részesévé vált.